Prémium, közép vagy alsó kategóriás autók, olcsóbb vagy drágább, benzines vagy dízel, millió kérdés és sokszínűség. Mindenki a saját ízlésének, kényelmének, pénztárcájának megfelelően, valamint stílusában hozzáillő járműből válogathat. A témával kapcsolatban Pataki István, a Tamási Autókereskedés tulajdonosa számolt be. Annyira rabszódikussá vált ez az egész, tehát nagyon-nagyon kiszámíthatatlanná vált, hogy tulajdonképpen néha-néha el is kell gondolkodnunk azon, hogy vajon milyen autókat értékesítsünk, és hogy milyen autók kerüljenek piacra. Nekünk jelen pillanatban egészen az alsó kategóriától, úgymond a legolcsóbb autóktól van a legfelső kategóriás autóig szinte mindenünk a palettánkon. Ezek ugye nagyon összetett ugye német csúcsmodellek akár, de beszélhetünk a japán akár hibridekről, nekünk jelenleg ugye a Toyotának a hibridje van kínálaton. Az autóvásárlás legfőbb szempontja első körben mindenki számára a vételár. Általában mindenki úgy jön, hogy ilyen 250-350, most már azért elrugaszkodtak, és most már 500 ezer forintot is szeretnének adni egy-egy ilyen autóért, amit a napi életben használnak, éppen iskolába, óvodába vinni a gyereket, boltba járni, és ez kisköpcentés benzines kocsikat keresnek többnyire. Ezekből nagyon kevés van, és ezekből nagyon-nagyon keveset tudunk adni. Néha-néha előfordul olyan minőségi autó, de sajnos az autók jelentős része ebben a kategóriában minőségét tekintve nagyon-nagyon rosszak. És ezt mi sajnos nem tudjuk felvállalni. Ahogyan nő az infláció, vele együtt növekszik az eladni kívánt személygépkocsik ára is. Legyen szó használt, vagy éppen új autóról. Ennek növekedése nagyjából 10-15%-ot jelent a használt gépjármű esetében. Azonban kivételt képeznek ez alól a magánszemélyek, akik eladni kívánják használt járművüket. Ugye a használt autó piac a nagyon sok ilyen magáneladó miatt tulajdonképpen, akiknek ha szükségük van pénzre, illetve az autójuk eladását szeretnék, akkor bizony az értékénél 20-30%-kal kevesebbért is hajlandók odaadni az autót. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából ez ilyen 10, max 15%-ot jelentett ez az emelkedés, de az annak is köszönhető tulajdonképpen, hogy a mi életünk is megdrágult, mert a terheink jelentősen növekedtek. A mi autóink javarésze, mondhatom azt inkább, hogy 90%-ban importos autókkal dolgozunk, és az importos autóknál az átlag kilométer futás az ilyen 200-250 ezer kilométer, 300 ezer is előfordul. A magasabb kilométeres autók is előfordulnak, az ő eladásuk kicsit nehezebb. Mi nagyon érzékenyek vagyunk, tehát itt nagyon Magyarországon mindenki nagyon érzékeny a kilométer futás teljesítményre, és én azt gondolom viszont, hogy ha minőségben az autó a karbantartása és minden előzménye tulajdonképpen rendben volt, akkor az autó is tökéletesen meg tud felelni, akár évekig használható lesz az emberek számára. A garanciális vásárlás az autókereskedésekben is elengedhetetlen. Ez az egy év, amit mondjuk úgy egy év szavatosság, ami elő van írva, tulajdonképpen ezt azt hiszem, hogy mindenkinek tartani kell. Nálunk annyiban van változás, hogy én kitaláltam egy újfajta szisztémát, mert nálunk ugye a háttér biztosítva van hozzá, és minden vásárlónknak tulajdonképpen biztosítunk egy évig egy ilyen hátteret, ami egy ilyen ingyen karbantartásban, tanácsadásban, segítségben nyilvánul meg, és tulajdonképpen ez díjmentes, ha bármi történik az autóval, annak
tulajdonképpen az anyag oldalát, azt az alkatrész oldalát kell csak rájuk terhelnünk, amiben ez kerül, de egyébként a javítás munkadíja az teljesen ingyenes. Tehát mondhatom egész bátran, hogy aki nálunk vesz autót, az azt követően akár a nap 24 órájában bármikor felhívhat minket, és mi bármikor segítünk, bármilyen problémája van. Most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a 2010 utáni autókat, igényesebb vevőink inkább a 2010 utáni autókat szeretnék megvásárolni, de mindenképp azt kell mondanom, hogy a 2010-nél kicsit idősebb és jó állapotú, jó karban lévő autókra is ugyanolyan igény van. Tehát ezt mondhatom egészen bátran, hogy 2007 és 2010 közötti autók tulajdonképpen az árfekvésük miatt is ugyanolyan népszerűek, mint a 2010 utáni járművek. Tehát nagyjából én azt gondolom, hogy aztán akik tulajdonképpen ilyen csak nagyon rövid szakaszokon és munkába járásra vagy boltba járásra használják az autót, azok a legkisebbeket keresik tulajdonképpen, a leges-leges-leges legkisebbeket. Az üzemanyagfogyasztás is egy fontos szempont vásárláskor. Ezek feltétlenül prioritást élveznek ezek a dolgok, tehát ezek mindig is mondjuk úgy, hogy fontos szempontok voltak. A fogyasztás azt szinte napi szinten érezzük a pénztárcánkon, és tulajdonképpen ugye az szinte a legelső kérdésük az a vevőknek, hogy és mi a fogyasztása az autónak. Hát tulajdonképpen most már a környezetvédelmi normák miatt a gyártók annyira leszorították tulajdonképpen ezeket a paramétereket, hogy egészen mondhatjuk azt, hogy egészen normalizálódott az üzemanyagfogyasztás is. Tehát a kis autók azért mondhatjuk, hogy ilyen városi használatban is ilyen 6 liter körüli átlagot tudnak produkálni, akinek pedig ugye nagyobb teljesítményű, nagyobb terülőautóra van szüksége, az sajnos még mindig azért sokkal több üzemanyagot fogyaszt el. De mondhatjuk bátran, hogy az évek során azért ez, én úgy látom, hogy egy ilyen 20-30%-os csökkenés történt itt az üzemanyagok fogyasztása terén is, tehát hogy ez köszönhető valóban az emissziós értékek visszaszorításának.